Kukákat gyújtogattak és megdobálták a rendőröket a kormány ellenes tüntetők Izrael nagyvárosaiban. Jeruzsálemben és Tel Avivban a Fekete Zászlók Mozgalom több ezer szimpatizánsa vonult az utcákra. A szervezet szerint Benjamin Netanyahu kormánya korrupt és eltávolodott a néptől. Az izraeli kormányfő a napokban egy több milliárdos segélyprogramot mutatott be a koronavírus járvány okozta gazdasági válság kezelésére. Sokan viszont attól tartanak, hogy a terv rontani fog Izrael kiváló hitelminősítés besorolásán, amely tovább növelheti a költségvetési hiányt és a már most is 20% felett járó munkanélküliséget. Arról nem is beszélve, hogy a támogatásokat különösebb egyeztetés nélkül önkényesen osztaná szét a kormány, így a vesztegetési és korrupciós perbe keveredett Netanyahu ismét saját embereit hozhatná helyzetbe. Eközben Izraelben lassan eléri az 50 ezret a fertőzöttek száma, ezért a kabinet ismét szigorított a gyülekezési szabályokon, és a vendéglátóhelyek nyitvatartását is korlátozza.